Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV szerdai híradója. Fontosabb híreinket nézzük előbb röviden. Megbízó levél. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a következő ciklusban is Kanizsa és a térség fejlődéséért dolgozik. Acélmagnóliák. A játékszín előadásában láthatták az érdeklődők a nagy sikerű történetet a kanizsai HSMK-ban. Az éneklés öröméért nagykanizsai és városkörnyéki iskolák énekkarai vettek részt a 28. Kodály Zoltán kórus találkozón. Most pedig a részletek és további híreink. Átvette megbízó levelét Cseresnyés Péter. A Fidesz-KDNP politikusa az országgyűlési képviselők választását a szavazatok 48,79%-ával nyerte meg a Nagykanizsa központú Zalai 3-as számú választókerületben. A választási bizottság elnöke elmondta, az április 8-ai választás fegyelmezetten és a jogszabályi előírásoknak megfelelően lezajlott. Az új országgyűlés május 8-án tartja alakulőülését. Cseresnyés Péter a híradó kérdésére elmondta, a következő ciklusban is folytatja a munkát Nagykanizsa és térsége fejlődéséért. Minden egyes fejlesztés, minden egyes lépés a fejlődés útján, ami ebben a városban történik, az kihat a térségre is. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy tovább fejlődjön Nagykanizsa, és nem sokára a következő időszakban már az elmúlt 3-4 év munkájának eredményét láthatják a kanizsaiak, hisz várhatóan ennek az évnek a végén olyan fejlesztések indulnak el, értem itt ez alatt a sportcsarnoknak a fejlesztését, vagy éppen az uszodának a bővítését és fejlesztését, amelyre már évtizedek óta várt Nagykanizsa polgársága, Nagykanizsa lakossága. És emellett, hogy a város fejlődik, természetesen a térségnek is fejlődnie kell. Éppen ezért kezdtem el már kb. 4-5 éve azon a stratégián dolgozni, amit Mura programnak neveztünk el, kormányprogrammá vált ez, és a következő időszakban szeretném azt, hogyha itt is még több kézzelfogható eredményt érnénk el. Forgalomkorlátozásra kell készülni holnap estétől Nagykanizsán. A városnapi programok miatt szakaszosan lezárnak néhány belvárosi utcát. Elsőként az Erzsébet tér keleti oldalán lép életbe korlátozás, majd másnap a főúton is. Mindez hétfő hajnali 5 óráig tart. Szinte már a szokásos módon fogjuk lezárni a belvárost. Az Erzsébet teret csütörtökön délután 6 órától, annak is a keleti oldalát, az éttermek előtti szakaszt fogjuk lezárni. Így lehetőséget biztosítunk még arra, hogy a főutcát nyugodtan használhatják az arra közlekedők. És pénteken 6 órától, reggel 6 órától lép életbe az a forgalmi lezárás, ami az egész rendezvényt végigkíséri majd. A főutca lezárása kerül a Csengeri és az Árda utca között, valamint az Erzsébet tér teljes szakasza. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a Rozgonyi utca, Magyar utca irányába továbbra is lehet közlekedni a rendezvény egész időszaka alatt. Idén is lesz idősek majálisa a Csónakázótónál. A rendezvényt május 30-án szerdán tartják a tó melletti zöldtáborban. A programok már reggel elkezdődnek, lesz zene, tánc, torna, különféle kulturális műsorok, sportvetélkedők, de egészségügyi tanácsadással is várják az érdeklődőket. Természetesen a főzőverseny sem maradhat el, erre 2-4 fős csapatok jelentkezését várják. Egy feltétel van, hogy a versenyzők 60 évnél idősebbek legyenek. A legügyesebb szakácsokat aranyfakanál díjjal jutalmazzák majd. Nagy örömmel jönnek a klubok, mindenki jelentkezik nagyon szívesen, szeretnek kijönni oda. Egy élmény számukra az, hogy kulturális rendezvény is van egyben, nem csak főzőverseny. 30 fő van, illetve 30 klub van Nagykanizsán, akik ezt fölvállalják, és minden éven várják már ezt az időpontot, hogy mikor lehet menni. Tehát ösztönzi őket az, hogy bemutatkozhatnak a kulturális résszel, meg a főzőverseny maga egy nagy élmény mindenki számára. Földnapi programok várták az érdeklődőket a HSMK-ban. A Kanizsai Kulturális Központ célja az volt a vetített képes előadással és a kiállítással, hogy felhívja a figyelmet bolygónk védelmére. A Megsebzett Édenkert kincsei címet kapta Gelencsér Gábor újságíró kiállítása. A tárlaton különböző nemzetek zászlóit, pénzeit lehet látni, de minden egyes darabon van valamilyen utalás a földre. Van, amelyiken csillagképek szerepelnek, de akad olyan is, amelyen a tiszta, iható víz látható motivumként. A Megsebzett Édenkert voltak éppen a föld, amire nagyon kellene vigyáznunk mindannyiunknak, hiszen ugye a globális felmelegedéstől kezdve nagyon sok negatív hatás éri a földet, pedig meg kellene a kék bolygót védenünk. Én úgy szoktam hívni mostanában már, hogy a halovány kék bolygó.
A kiállítás megnyitó után az intézmény földnapi programja a Fenntarthatóság a klímaváltozás tükrében című előadással folytatódott. Hogy figyeljünk egy kicsit oda a környezetünkre, és valójában nagyon fontos az, hogy az intézmények, különösen ahol a gyermekeket nevelik, óvodák, általános iskolák, középiskolák, de természetesen az egész társadalom, vertikálisan mindenki, egy kicsit találkozzon azzal, hogy a fenntarthatóság, a klímavédelem, a tudatosság az nagyon-nagyon lényeges dolog. És erre nem lehet egy akcióval felhívni a figyelmet, hanem ennek az a lényege, hogy folyamatosan éberen tartsuk ezeket a dolgokat. Az előadást a Belvárosi Nyugdíjas Klub tagjai is meghallgatták, mert szeretnének napra készek lenni a fenntarthatóság témakörében. Elindult az őszbak szezon. Az Erdőgazdasági Dolgozók Vadásztársaságához már vadász vendégek is érkeztek, és a tagok is túl vannak egy-két sikeres lövésen. A tavaszi vadászati idény sikerességét a természet is támogatja, ugyanis ilyenkor még kevés a takarás az erdőkben, ráadásul ebben az időszakban több alkalommal is előjönnek az őzek, hiszen ilyenkor foglalják el saját területüket. Nem a legjobb őzes területhez a Zala-megye, illetve akár a mi bajcsai vadászterületünk se. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy megpróbálunk az őzzel észszerűen gazdálkodni, megpróbálunk az őzzel kicsit gazdasági szempontból is jobban gazdálkodni, talán mint a korábbi években tettük. Mit jelent ez? Próbáljuk az őzet etetni, olyan helyre szoktatni, ahol nem okoz jelentős erdőgazdasági kárt, hiszen mezőgazdasági káráról talán az elenyésző szarvasai disznóéhoz képest, tehát nem érdemes róla beszélni, viszont a friss fiatal erdősítésekben nagyon jelentős károkozása van az őznek. Néhány allergén már magas koncentrációban van jelen a levegőben. Zalában a 16. héten a platán és a tölgypollen koncentrációja elérte a tüneteket okozó magas szintet. Az érzékeny allergiások érzékelhették a nyír, a kőr is, néhány napon pedig a juhar, a gyertyán, a tiszafafélék és a fűz hatásait, hiszen pollenjeiket közepes szinten is mérték. Tüneteket nem okozó, alacsony koncentrációban jelen volt még a levegőben a bükk, a fenyőfélék, a nyárfa és a pázsitfűfélék virágpora. De már megjelentek a dió, a lórom és az eperfa pollenjei is. Az allergén gombák spóra számát alacsony koncentrációban mérték. Egyszerre törékenyek, mint a virágok, mégis kemények, mint az acél. Ilyenek a nők az Acél Magnóliák című darab szereplői. A nagy sikerű történetet a Játékszín társulata mutatta be a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A szakiskolában osztály első voltam melírozásból. Mindenkinek szüksége van egy helyre, ahol kiöntheti a szívét, hangzik el az Acél Magnóliák elején. A darabban ez a hely, ez a közösségi tér egy szépségszalon, ahol rendszeresen találkoznak a szereplők. Ezek azok a terek, ahol gyakorlatilag olyan pszichológiai beszélgetés, vagy olyan pszichológiai terápia folyik, ami egy teljesen emberi, és hogy nem professzionálisan vezetett, viszont legalább olyan jó hatással tud lenni, mint hogyha az ember sok pénzért befizet egy pszichológushoz és beszélget, mert egészen felszabadultan tud távozni egy ilyen helyről. Az Acél Magnóliák igaz történet alapján született. A darab szerzője, az amerikai Robert Harling így állított emléket nővérének, aki diabétesben halt meg 1985-ben. Az erdélyi Tíme által megformált Shelby cukorbetegsége ellenére is életvitám lány, aki éppen most készül kirepülni a családi fészekből, édesanyja féltő aggodalmával kísérve. Több irányban vagyok, hát ha úgymond érintett, nekem a nővérem cukorbeteg volt. Tehát én pontosan értem ezt a dolgot, amit itt átélünk a lányommal. Másrészt meg a lányok elengedése, az én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy úgy röpüljenek el a lányok, hogy ne érezzenek lelkifurdalást, és bármikor visszajöhessenek. Az Acél Magnóliák a mindennapok kisebb-nagyobb örömeiről és bánatairól szól, 6 különböző korú, rangú és karakterű nő barátságán keresztül tálalva. Maga ki a hozom már pohár tüzet reggel ott a üvöltön! A Játékszín előadásában Zsurzs Kati és Erdélyi Tímea mellett Hernádi Juditot, Szulák Andreát, Dózsa Zsuzsát és Barta Alexandrát láthatta a közönség.
Tét nélkül egymás örömére daloltak az énekkarok a 28. Kodály Zoltán kórus találkozón a Medgyaszai házban. A Kőrösi Péterfi iskola rendezvényén a nagykanizsai és a város környéki diákok énekkarai léptek fel. A rendezvény célja a magyar zeneszerzők szellemiségének ápolása és műveik megszerettetése a fiatalokkal. A több száz diák részvételével zajló kórus találkozón ezúttal nem hirdettek versenyt, csak az éneklés öröméért léptek fel az énekkarok. A rendezvény a Péterfi iskola 40 éves jubileumi programsorozatának egyik legfontosabb állomása volt. Nem verseny, ez a közös éneklés öröme, a szórakozás, a szórakoztatás öröme rejlik ebbe, nincs verseny. Az eddigi hagyományokkal egy picit szakítottunk, eddig volt mindig egy zsűri, aki kicsit értékelte, most két díszvendéget hívtunk. A találkozóra Kodály alkotásai mellett kortárs zeneszerzők műveivel, sőt még magyar és olasz népdalokkal is készültek a fellépők. A névadónk neve kötelez, és a hagyomány is, hogy a kodályi szellemiséget ápoljuk, és vannak ezek mellett még vidám gyermekdalok, van egy-két olyan kórus, amely a médiákból, médiumokból ismert dalokból válogatott, hogy egy kicsit abba az irányba is a gyerekeket elviszik. Tehát minden kórusnak azt lehet mondani, hogy van egy csokra, amely olyan, mint egy nagyon sokszínű virágcsokor. A kórusok nagy sikert arattak, a diákok vastapssal díjazták egymás produkcióit. A Pálicka vize, jaj, de zavaros, az írósem egyre nagyon betyáros. Színvonalas előadásokkal öregbítették a helikoni ünnepségeken iskolájuk hírnevét a zsigmondis diákok, sőt, egyikük még a versmondó kategória fődíját is megnyerte. A 11 fiatal közt volt, aki néptáncolt, más pedig rappelt. Lendő rendész, bányász és villanyszerelő is van azok között, a zsigmondis diákok között, akik indultak a középiskolások kulturális seregszemléjén Keszthelyen. Bellai István az aranyminősítés mellett a vers és prózamondó kategória fődíját is megkapta. Rácz Lajostól az Emlékeket égetek című verset adtam elő, ami a kedvenc versem, mert fűznek hozzá érzelmi szálak, és viszonylag jól tudok átszellemülni, mikor ezt a verset adom elő. A képzőművészeti kategóriában induló fiatalok toldi illusztrációját kiállították, egy másik páros pedig a Várkert színpadon reppelt a több száz fős tömeg előtt. Volt, aki az ének hangjával tűnt ki, más a latin, vagy épp a néptánc tudásával. A felkészítő tanárok elégedettek a csapat helikoni szereplésével. Nagy hangsúlyt fektetünk a humánképzés erősítésére, és ezért természetesen minden helikoni fordulóra, ugye két évente van, mi azért szeretnénk jelentkezni egy olyan csapattal, ami tényleg minőségi produkciókat visz színpadra a maga kategóriájában. Mi úgy érezzük, hogy eredménytől függetlenül ezt a magas színvonalat elértük. Az intézményben vallják, a fiatalok akkor tudnak kiteljesedni, ha a szakmai képzésen túl a kreativitásukat, művészi hajlamukat is megélhetik, ezért az iskolában nagy hangsúlyt kap a tehetségkutatás és gondozás. A szakképző iskolákban semmilyen lehetőség nincs, óraszámban lehetőség arra, hogy művészeti nevelést folytassunk. Nincs énekóra, nincs rajzóra, de higgyük azt, vagy hisszük azt, és tudjuk, hogy a szakképzésben rengeteg tehetséges diák van. A zsigmondi iskolában a rendészek sikereiről is beszámoltak. Simonics Adrián István egy országos versenyen lett a második, egy másik megmérettetésen, a Göcsej harci túrán pedig a 10. helyen végzett kanizsai csapat külön díjat kapott. Most nézzük fontosabb híreinket újra, röviden. Megbízó levél. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a következő ciklusban is Kanizsa és a térség fejlődéséért dolgozik. Acélmagnóliák. A játékszín előadásában láthatták az érdeklődők a nagy sikerű történetet a kanizsai HSMK-ban. Az éneklés öröméért nagykanizsai és városkörnyéki iskolák énekkarai vettek részt a 28. Kodály Zoltán kórus találkozón. Ez volt a Kanizsa TV szerdai híradója, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!